A karlócai papnevelde egyike a legrégebbi iskoláknak a Balkánon, ugyanis több mint 200 éve alapították meg. Gyönyörű lett az épület, amely továbbra is a szerb pravoszláv templom céljait szolgálja, de egyben alkalmi rendezvényeknek is helyt ad. Különböző gyűléseket tartottak már itt, és olyan döntések születtek ezen a helyen, amelyek ennek a népnek a jólétét szolgálták. Az intézmény épületének felújítására a tartományi nagyberuházási alap közel 30 millió dinárt különített el. Kötelességünk megőrizni elődeink hagyatékát. A tartományi kormány 29 millió dinárt fektetett be az épületbe, hogy még vonzóbbá tegye Karlócát a turisták előtt, ugyanis ez az egyik legnépszerűbb turisztikai célpont. Az illetékesek elmondták, a papnevelde felújítása jó példája annak, hogy a települések csak akkor fejlődhetnek, ha az egyház együtt tud működni a helyi, a tartományi és az állami szervekkel.